et pontifex, et virtutum obifex, pastor bone in populo, sic laquisti üspökünk és főpapunk, szent hitünkben mesterünk, légy jó pásztor a népednek, hogy kedves légy az Istennek. Üspökünk és főpapunk, szent hitünkben mesterünk, légy jó pásztor a népednek, hogy kedves légy az Istennek. Üspökünk és főpapunk, szent hitünkben mesterünk, légy jó pásztor a népednek, hogy kedves légy az bölcsessége, szól az igaz szája, s igazságot beszél nyelve. Az Úrra törvényét őrzi, az ő szívében. Íme a hűséges és okos bölcsessége, szól az igaz szája, s igazságot beszél nyelve. Az Úrra törvényét őrzi, az ő igazságot beszéljen, az Úrra törvényét őrzi, az ő szívében. Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik eljöttek ma közösen ünnepelni Szent Józsefet, templomunk védőszentjét. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük Excellenciás Püspök urat, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő urat,
Balogh Lászlót, Nagykanizsa megyei jogováros polgármesterét, a megjelent főtisztelendő atyákat, a kedves híveket, különösen azokat, akik a környező településekről érkeztek és évek óta velünk ünnepelnek. A szentmise elején püspök urat Csorba Tamás plébános úr, Balogh László polgármester úr és Tarnai Tímea a hívő közösség nevében köszönti. A köszöntők után kezdődik az ünnepi szentmise. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Excellenciás püspök úr, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szent József plébánia templomban. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat, és közösen ünnepelhetjük ennek a templomnak a védőszentjét. Jó Isten hozta, érezze magát otthon közöttünk. Nagy tiszteletű püspök úr, tisztelt plébános úr, kedves mindnyájan kanizsai hívek, egy város nevében tisztelettel köszöntöm emeritus püspök urat. Sok okunk van rá, hogy különös tisztelettel tegyük mindezt. Hadd fejezzem ki örömömet a Szent József plébánián, amiatt is, hogy József nap van, Szent József nap van, az apák napja, a nevelő apák napja. Azt hiszem, hogy ez a szent példa mindannyiunk számára magasra mutatható. Hadd fejezzem ki örömömet azért is, mert Nagykanizsa legértékesebb épületében vagyunk, amely ferences templom is volt, és a vár kövei is benne vannak, a mi várunk kövei, amelyet 1702-ben leromboltak, de 1714-re a vár köveiből lett ez a templom, és hadd utaljak egy olyan mondatra az ökumeni jegyében is, amely a Batthyányiak jelmondata volt. Fidelitate et fortitudine. Tudom, mert utána jártam, hogy püspök úr tavalyi gyémánt miséjén a köszöntésében benne volt az, hogy a szeretet, ha hosszantartó, akkor az hűségé változik. Hűséggel és álhatatossággal. Ez a mi jelmondatunk is lehet most ebben a pillanatban. Tisztelettel köszöntöm püspök urat. Örülünk, hogy 1966 és 67 után, amikor káplán volt itt, és még 1973-ban is járt nálunk, ismét itt van, jelképezi azt az életkörforgást, amelyben azt remélem, hogy Kanizsához szép élmények kötik, és azt remélem, hogy az új találkozás is ezt fogja erősíteni. Dicsértessék a Jézus Krisztus, erős vár a mi Istenünk, és áldás, békesség. Az ökumené jegyében hadd szóljak, mert azt is tudom, hogy teológiai tanárként még ökumenizmus című tárgyat is tanított a püspök úr. Isten áldja ezt a találkozást, Isten áldja a püspök urat, és mint Isten hívő ember, a mai igét magamnak szólóan hoztam, de hadd tárjam a nyilvánosság elé. Jól megy a sora annak, aki hallgat az intő szóra. Jó sora van annak, aki az Úrban bízik. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 20. vers volt. Köszönöm. Főtisztelendő püspök úr, köszönöm. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt a Szent József plébánia templomban. Bizonyára nem emlékszik rám, ahogy én sem emlékszem önre, pedig mi már találkoztunk. 1967. február 26-án ön keresztelt ebben a plébánián, ezen a plébánián, illetve itt házasodtam én össze, és a kislányomat is itt kereszteltük, valamint itt volt első áldozó is. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy megismerhettem, és hogy találkozhattam ismét önnel ennyi idő után. És hát szeretném, hogyha a plébánia és a találkozásunk emlékére majd egy kisebb csekélyebb kis ajándékot is elfogadna tőlem.
a Jóisten pedig remélem, hogy végig kíséri továbbra is útját, és áldást kívánok, és békességet, szeretetet a szolgálatáért. Köszönöm szépen! Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, a Szentmisét elhunyt családtagokért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szentitkait. Jónó, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én végem, én igen nagy végem. Kérem ezért a boldogságot, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. A magasságban Istennek, és a földön békesség, a jó akaratú embereknek, dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk Jesus Christ.
Szent József hűséges gondviselésére biztad megváltásunk kezdetének titkait. Add kérünk, hogy egyházad az ő közben járó segítségével szüntelenül folytassa és teljesítse az üdvösség szent művét. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Sámuel második könyvéből. Amikor Dávid király elhatározta, hogy Jeruzsálemben templomot épít az Úrnak, még akkor éjszaka az Úr szózatot intézett Nátán prófétához. Menj, és mondd meg szolgámnak, Dávidnak, ezt mondja az Úr, ha majd napjaid betelnek, és megtérsz atyáidhoz, megtartom a magvadból származó utódodat, és megszilárdítom királyságát. Ő házat épít nevemnek, én meg minden időre megszilárdítom királyi trónját. Én az ő atya leszek, ő pedig az én fiam. Házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökké szilárd marad. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, az az ígéret, hogy Ábrahám utódai öröklik a világot, nem a mózesi törvénnyel, hanem a hitből fakadó megigazulással kapcsolatban hangzott el. Azért a hittel kapcsolatban, hogy kegyelemből legyen. Így lett az ígéret minden utód számára biztos, nem csak azok számára, akik alá vannak vetve a törvénynek, hanem azok számára is, akik Ábrahám hitéből valók. Nekik mindnyájuknak atya ő Isten előtt, amint az írás mondja róla, sok nép atyává rendeltelek. Mert hitt abban, aki életre kelti a halottakat, és létet ad a nem létezőknek. A reménytelenségben is reménykedve hitte, hogy sok nép atya lesz. Isten ígérete szerint nagy lesz a te nemzetséged. Ez szolgált megigazulására. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr legyen veletek, és a te lelkedben. Evangélium Szent Lukás könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus szülei évről évre fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 esztendős lett, az ünnepi szokás szerint szintén fölmentek. Az ünnepek elmúltával hazafele indultak. A gyermek Jézus azonban ott maradt Jeruzsálemben anélkül, hogy szüleim észrevették volna. Azt gondolták, hogy az úti társaságban van. Már egynapi járásnyira voltak, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték. 3 nap múlva találták meg a templomban, a tanítók, mesterek között ült. Hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallotta, mód felett elcsodálkozott értelmességén és feleletein. Amikor szülei megpillantották, nagyon meglepődtek. Azután anyja így szólt hozzá. Fiam, miért tetted ezt velünk? Látod, atyád és én bánkodva kerestünk téged. Jézus ezt felelte nekik, miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem. Ők azonban nem értették, mit akar ezzel mondani. Akkor követte őket, lement velük Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt a Szent József templomban. Ahol 58 évvel ezelőtt káplán voltam, köszönöm a plébános atya meghívását, és köszönöm, hogy olyan sokan eljöttek, hogy részt vegyenek ezen a szent misén. Az egyházban Szent Józsefre, az Úr Jézus nevelőapjára emlékezik. Szent II. János Pál pápa a Redemptoris Custos című apostoli buzdutásában azt írt a Szent Józsefről,
hogy ő volt az a férfi, akire Isten legdrágább kincseinek a védelmét bízta. Máriával együtt Isten őt is bevonta a tulajdonképpeni üdv történeti eseménybe, és ugyanazon szeretett védelmezője lett, amelynek hatalma által az örök atya eleve arra rendelt minket, hogy Jézus Krisztus által fiai legyünk. Az evangéliumban halljuk az angyalnak a Szent Józsefhez intézett szavait, és tudjuk azt is, hogy Szent József nem azért akarta titokban elbocsátani jegyesét, mert kételkedett volna benne. Neves belga biblikus azt a angyal szavait így fordította, mint ahogy az egyházatyák is régen, és a fordításokban is így volt: József Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, jól lehet, ha benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el. József félelme tehát onnan eredt, hogy mi keresni valója van neki ott, ahol maga az Isten teremtő hatalma van jelen. És az angyal bátorítja, ne félj. Mind ahogy Szűz Máriát is bátorítja, ne félj Mária. Egy szent félelemről van szó, amit az ember Isten jelenlétében érez. Szent Józsefben, az Úr Jézus nevelőapjában mindenekelőtt az atyaságot csodáljuk meg. Az atya tekintéllyel, védelmével, szeretetével állott Jézus és Mária mellett, és a gyermek Jézus tőlük tanulja meg a hitet, az imádságot, a tiszteletet, a munkát és az engedelmességet. Jól lehet, Jézus tudatában van isteni fiúságának, amikor 12 éves korában megtalálják a templomban, meg is kérdezi megdöbbent szüleit, miért kerestetek? Hát nem tudtátok, hogy nekem atyám házában kell lennem? De aztán leírja az evangélium azt is, hogy utána hazament és engedelmeskedett nekik. Szent József feladata az volt, hogy nevet adjon a gyermeknek, és mint Dávid házának leszármazottja, névadással részesíti az Úr Jézust a dávidi örökségben, akiben beteljesednek a proféták Dávid házáról szóló jövendőlései. Akkor teljesedett be Nátán próféta jövendőlése, amit Dávid királynak ígért meg az Úr, hallottuk az olvasmányban, én az ő atya leszek, ő pedig az én fiam. Házad és királyságod örökre fennmaradt színem előtt. Szent József engedelmességét is kiemeli az evangélium, egy szavát se írja le, de azt igen, hogy azonnal engedelmeskedett, amikor Egyiptomba kellett menekíteni a szent családot, és akkor is, amikor visszatérhetett onnan. Szent József és Szűz Mária sem értették meg teljesen Krisztus titkát, de engedelmeskedtek Istennek. Mikor a gyermek Jézus bemutatták a templomba, apja és anya csodálkoztak azon, amit Simeon fiúkról mondott. Krisztus titka a Szűz anya és Szent József számára is csak Krisztus feltámadása után lett világossá. József atyaságának a titkát Reményik Sándor az egyik szép versében így fogalmazta meg: magasságos, te tudod, nehéz ez az apaság, mit az én szegény vállamra tettél. Apja volnék, és mégsem az vagyok. Vezetném, de ő vezet engemet. Csak azt tudom, a te utodon jár, magasságos, de ki tudja a te ösvényedet. És így fejezi be a verset, te vagy az atya, én senki vagyok, az evangéliumban hallgatok, és hallgat rólam az evangélium. A szent család, a keresztény szülők, Szent József pedig a keresztény édesapáknak a védőszentje és példaképe. Belong Gellért püspök atya így írta le a keresztény édesapa imádságát: a te nevedben kezdem, Uram, imámat és munkámat, aki kezdet nélküli kezdet vagy, aki atya nélküli atya vagy, aki mozdítlan mozdító vagy. Tudod hát, mert elvárod tőlünk, hogy hordozhatjuk atyaságot helyét ebben a világban. Add hát a mások kérdésére, mások kezdeményezésére való erőtlenség helyett a belső élet erejéből fakadó haladás kezdés szellemét. Add, hogy ne várjak ostoraidra, ne lessek mások mozdítására, és add atyaságod érzését, mely fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, erőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. És ma is a gyermekek szüleiktől, különösen az édesapjuktól tanulják meg a hitet, az imádságot, a munkát és a hűséget. Mikor a jóságos mennyei atyáról beszélünk, hittanórán, a földi édesapa példájából ért meg ebből valamit a gyermek. Mikor az eukarisztia asztaláról beszélünk, a családi asztal közösségéből érti meg a gyermek,
Mikor megbocsátásról és szeretetről szólunk, szüleitől tapasztalja meg a gyermek, hogyha hibázott is, szeretettel megbocsátanak neki. De ha nincs hívő édesapa, ha nincs közös asztal, ha nincs hitvalló és családi szeretet, mit érthet meg akkor egy gyermek Istenről, Jézusról? Egyik plébános atya mondta, hogy hittanórán az egyik kisgyerek fölkiáltott, és azt mondta neki, milyen kár, hogy nem a tisztelendő bácsi az apukám. Milyen édesapja lehetett ennek a gyereknek, aki így kiáltott fel. Viszont a pozitív példa erőt és bátorítást ad. Egy fiatal mondta nekem, az édesapja az egy gyárnak nagy vezető főmérnöke volt, hogy mint kamaszkorában ő is, mint sokan kétségekkel küzdött, voltak nehézségei, problémái, de olyankor mindig csak látni kellett magáért az édesapját, aki este térdelve elmondta az estimát, mielőtt lefeküdt volna, és minden kísértése azonnal eltűnt. Viszont a pozitív példa erőt és bátorítást ad. Mikor panaszkodunk, hogy a fiúk egy idő után elmaradnak a szentmiséről, bizonnyal ennek is az az oka, hogy az édesapjuk sem adott nekik erre jó példát. Egyszer meglátogatott egy fiatal házaspár, két gyerekkel jöttek, beszélgettünk, aztán gyerekek unatkoztak kicsit, ott rosszalkodtak, és akkor rászólt az édesanyja, édesapja, végül az édesapjuk azt mondta, hogy kisfiam, ha nem hagysz minket beszélgetni, akkor este nem imádkozhatsz velünk. És a gyerekek egyszer elhallgattak. Azt egyszer náluk jártam, és akkor láttam, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, hogy este meggyújtották a gyertyát, az egész család letérdelt, orvos volt apja, anyja. Ezeknek a gyerekeknek hiába mondták az iskolában, hogy csak a maradi emberek vallásosak, ők tisztában voltak vele, hogy a szüleik többet tudnak, mint az iskola együttvéve. A szent család állítja elénk a házasság szentségét is, mint egy csodálatos hivatást. Az, hogy a papi hivatás hivatás, azt mindenki tudja, már a szóhasználat is ezt mondja, hogy papi hivatásról beszélünk. De hogy a házasság is hivatás, az sokak szemében újnak tűnik. Szent Pál írja pedig a korintusi levélben, mindenki a saját ajándékát kapja Istentől, egyik ilyet, másik amolyat, és az ajándék a karizma szó szerepel. Az efezusi levélben pedig azt írja, nagy titok ez, misztérium, én Krisztusra és az egyházra vonatkozhatom. Hivatás és szentség. És a jó házasság feltételezi a tudatos felkészülést. Itt azonban nem a közvetlen házasság előtti felkészülésre gondolok, hanem tágabb értelemben. Ugyanis házasságot nem fiúk és lányok, hanem férfiak és nők kötnek. Így a felkészülés egyik fontos része a felnőtté válás. Felnőtt az, aki ura önmagának, érzelmeinek, ösztöneinek, és aki képes szabadon és felelősen dönteni. Aki felnőtt, az szabad ember. Nem a közvélemény, nem a internet, nem a pénz, hanem a szabadon vállalt meggyőződés irányítja. Aki nem ura önmagának, érzéseinek, kívánságainak, az hogyan lenne alkalmas arra, hogy egy másik ember rábízza az életét, hogy gyermekek életéért, nevelésért felelős legyen. Aki viselkedésével, öltözködésével, saját emberi méltóságát sem becsülve, csak mint élvezeti cikket, mint tárgyat kínálja fel magát mások ösztöneinek, milyen édesanyja lehet abból. Te két felnőtté vált hívő keresztény fiatal házassága egy csodálatos hivatás, Krisztus megszentelte és szentséggé tette. És ez a példa mások számára is vonzó. Egy fiatal egyetemista leány mesélte, hogy otthonról mindent megkapott a szüleitől, minden pénzt, továbbtanulást, utazási lehetőséget, sportot, és amit csak el tudott képzelni, de Istenről soha nem volt szó, mert a szüleit mind a ketten hit nélkül éltek. És aztán egyetemre kerülve olyan fiatalokkal találkozott, olyan fiatal házasokkal, akiknek a hívő élete példája vonzó volt számára. Először csak nézte messziről, aztán eljárt közéjük, és egyszer odaállt a szülei elé, és azt mondta, hogy meg fogok keresztelkedni. Ők egy ilyen inzultusként élték meg ezt, de a kislány elmagyarázta, hogy én nagyon köszönöm mindazt, amit tőletek kaptam. És nem is tudom eléggé megköszönni, még meg se érdemeltem. De azért azt hadd tegyem hozzá, hogy ezekről én miért nem hallottam eddig. Hogy ezekről nekem eddig miért nem beszélt senki. És ilyenkor jó, hogy arra gondolunk, hogy hát bizony
mit szólnánk akkor, hogyha majd jó pár év múlva most kis gyermekeinket szem tőlünk kérdeznék meg azt, hogy én erről miért nem hallottam eddig. Kedves testvérek, kérjük a Szent Családot, áldja meg keresztény családjainkat, és kérjük Szent Józsefet, szűzanya jegyesét, az Úr Jézus nevelőapját, hogy legyen a hívő keresztény férfiak, édesapák példaképe. Szent József, könyörög érettünk. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egy szülött fiában, Isten az Istentől, világosság a világosságtól. Valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért. Leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberélek. Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín halálra szenvedett és eltemették. Föltámadott az írások terén, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján. De újra eljött dicsőségben, ítélni élőket és voltakat, és osztályának nevet végre. Hiszek a Szentlélekben, van és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a prófétás szavával, hiszek az egyszer, katolikus és apostoli vallom az egy kerességet, a bűnök bocsánatára. Várom a voltak föltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Szent Józsefnek, a Szent Család gondviselőjének ünnepén terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé. Szent József közbejárására oltalmazd, Urunk, egyházadat az egész világon. Kérünk téged, hallgass meg! Az emberiség vezetői Szent József bölcsességével gondoskodjanak a népek nagy családjáról. Kérünk téged, hallgass meg! A názáreti otthon békéje és meghitt öröme töltse el családjaink életét. Kérünk téged, hallgass meg! Szent József hite, egyszerűsége és Istenbe vetett bizalma legyen a családok jelképe. Kérünk téged, hallgass meg!
Te Szent Józsefet példaképül adtad nekünk a családi élet megszentelésére, add, hogy a mi fáradozásunk is a te dicsőségedre, családunk és embertársaink javára váljék, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el, Úr, kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házjavára. Kérünk, Istenünk, hogy amint Szent József odaadó gyöngét szeretettel gondját viselte egyszülött fiadnak és édesanyjának, a boldogságos Szűz Máriának, úgy mi is tiszta szívvel szolgálhassunk oltárad előtt, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, és téged Szent József ünnepén illő hódolattal dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert őt az igaz férfit az Isten szülőszűznek jegyesül adtad, mint hű és okos szolgát családod fölé rendelted, hogy atyai gonddal őrizze a Szentlélek erejéből megtestesült fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az égerő és a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük. Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy mindenség, Uram Istenem. Oh,
nagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatod, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldás mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldás mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel váljunk fel támadásodat, amíg már nem jött. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házanépe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket, elhunyt családtagokat, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben,
minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeznek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert még a kortán, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Krisztus, a mi békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjünk is szívből egymással. Legyen békesség közöttünk mindenkor. Isten báránya, te elvetted a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Isten báránya, te elvetted a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hagyd nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval van, és meggyógyul az én lelkem. Zöld előréteken át helyet néked.
könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, oltalmazd folytonos védelmeddel családodat, amelyet Szent József öröm ünnepén ennek az oltárnak kenyerével tápláltál, add, hogy ajándékait megmaradjanak bennünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. A püspöki áldás után elénekeljük a pápai, majd a magyar himnuszt, és az asszisztencia kivonul. A szentmise végén minden kedves jelenlévőt szeretettel várunk az Ady Endre utca 15 szám alatti plébánia épület udvarán tartandó szeretett vendégségünkre. Köszönjük mindazok szolgálatát, akik hozzájárultak ahhoz, hogy illőn és szépen megünnepelhettük templomunk búcsúját. Kedves testvérek, a szentmise befejező áldása előtt még egyszer én is megköszönöm mindazoknak, akik eljöttek ezen a mai szép ünnepen, plébános atyának, minisztránsoknak, énekkarnak, énekeseknek. És szentmise alatt úgy visszagondoltam mindazokra, akik 55 és nem tudom hány évvel ezelőtt megtöltötték ezt a templomot, akik akkor minisztráltak, akik akkor itt papként működtek. Damján atyára gondolok, aki ide bejárogatott misézni, és még sokan mások. És egyben mindenkinek már előre áldott húsvéti ünnepeket kívánok. Most pedig fogadjátok a szentmise befejező áldását. Az Úr legyen veletek, és az eletekben. Legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szentmise véget ér, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen áldása. Yeah.